Ria-ria, Hungária, sziasztok! Megérkezett, újra itt vagyunk a Magyar Nagydíjon, a Hungaroringen. A második szezonunkat teljesítjük ezen a pályán. Tiszta idő vár hazai versenyemen, ahol tavaly egy nem túl izgalmas futamot futottunk. Az IP2-re kattintva meg tudjátok nézni pontosan, hogy milyen verseny is volt az első szezonunkban ezen a nagyon is ismert 4,3 km hosszú versenypályán, a maga két DRS zónájába és a sok-sok emlékezetes történéssel. És miközben itt elszágúdoznak felettünk a repülők, nézzük, mi történt az időmérő edzésen, ahol egy egész könnyed idővel a 14. helyen mentünk tovább a Q1-be. Tehát Q2-ben megpróbálkoztunk újra a szokásos taktikával, hogy egyre keményebb keverékű gumival, de az most sem jött össze. Így mi is kint el voltunk az útra lágya menni, amivel az 5. helyig jutottunk el. Q3-ban az első körünk egész jóra sikerült. Egy 1.17.4-es idővel mentünk tovább. Az 5. helyen voltunk ilyenkor, de a második körben már még 4 tizedet tudtunk hozni a saját időnkön. Aminek köszönhetően megszereztük a pole pozíciót. Ám igen, ez egyik szabadedzéssel kaptunk egy büntetést, aminek köszönhetően Red Bull elsősorban, én pedig csak a 6. helyről várhatom a hazai versenyt. Leclerc csapatása pedig csak a 13. Vettel csak a 17. Hamilton meg csak a 19. a bajnokság egyik élóvasa, tehát az utolsó előtti helyről fogja várni a magyar nagydíjat. Így Ricciardónak nagy esélye van, hogy ezt a 19 pontos hátrányt ledolgozza ezen a futamon. Ami nekem is van esélyem arra, hogy itt a 6. helyről rajtolva valamit összehozzak ellenük szembe. De lassan mindenki elfoglalja a helyét, úgyhogy ti is helyezzétek magatokat kényelembe, hiszen jön a magyar nagydíj. Jó szórakozást kívánok hozzá! És el is indul a mezőny. Sainz kíván mögünk egyből. Meg is előz minket, ahogy Perez is. Hogy Gasly is elmed már mellettünk, és szakás egy kicsit beragadosabb rajt. Olyan rövidet fékezünk, hogy a 4. helyen rajtolunk, hagyjuk el az első kanyar. És már itt vagyunk Verstappen és Ricciardo mögött. Räikkönen rajtotta le a két Red Bullt. Most Ricciardoval harcolunk nagyban az első helyé. Most picit előrébb van az Ausztrál. Igen, ő fordul elsőként a Mansellbe. Én pedig itt lehetetlen helyen próbál bemenni Verstappenmel, és lecsúszunk a pályáról. Alonso így elmegy mellettünk, sőt Bottas is visszajön elébünk. Visszakerültünk az eredeti rajthelyünkre. Grosjean el és Bottas mögé. A 6. helyen folytassuk tehát a magyar nagydíjat. Se előre, se hátra mondhatni. Kicsit kapkodósra vettük ezt a első kört. Ennek köszönhetően most beragadunk Bottas mögé. Úgyhogy nem is beragadunk, de vele csatázunk most az 5. helyért. Már is vége az első körnek. Ricciardo vezeti a versenyt. Mintha próbálunk Bottasszal tartani a tempót. Rejtően Fertal Alonso nagyon előkelő helyen van a McLarennel. Ott van a 4. helyen. Bottas is én előttem. Nézzétek, az első 8-as picit meglógott a mezőnytől. Aztán van egy kisebb szünet többiekkel szembe. És
szorosan követjük Bottast. Próbálunk tapadni rá, amennyire csak lehet. És ennek az a következménye, hogy ismét lejövünk a pályáról. Nagyon szeretnénk bizonyítani hazai közönség előtt, de hát ha így kapott az ember, akkor nem sok jó várhat rá. De hát ki tudja, lehet, hogy még kicsit lámpalázunk van. Inkább picit idegesek vagyunk az a büntetés miatt, hogy nem a pole pozícióból vártuk a magyar nagydíjat. Minden esetre a harmadik kör kezdődik, és megint elfékezzük. Jajajaj. Nem vagyunk formában, azt kell, hogy mondjam. Az első három körbe kicsit kakodósra vettük a dolgokat. Alonso nagyon szépen tartja magát ott a negyedik helyen. Bottas nem is tudja nagyon követni őtet. Most itt kicsit ráesünk a finn versenyzőre. Próbálom kicsit más híveket menni itt a célegyenes előtti kanyarban. Most közel vagyunk Bottashoz, és most már nyílhatnak a DRS-ek. És a Bottas is nyitja Alonso miatt. De érkezünk, próbálunk rövidebbet fékezni. És amíg a mérnökünk elmondta az információkat, az egyes kanyarban szépen megelőztük Bottast. Így már az ötödik helyen találjuk magunkat. Mehetünk Alonso után. Már elkönnyen, mint egy picit feltartaná Verstappent, hiszen Ricardo már nagyon ellógott előlük. Ennek köszönhető az is, hogy Alonso őket így tudja tartani a negyedik helyen. De én is próbálok közeledni rájuk. Bottas egy picit már le is szakadt rólunk. Alonso jön is ki a boxba. Úgy ideiglásra megvan a negyedik hely. Bottas még kijött Grosjean. Nézze az öltöldöző Force India is. Itt vagyunk az ötödik körben. És már meg is kezdődtek a box kiállások. Ugrunk is egy picit az időben. Ahol is megint hibázunk egyet. Ennek itt tényleg nem lesz jó vége. Itt vagyunk a hatodik körben, hatodik kör végén, tehát egy kört ugrottunk az időben csak. És Verstappen, Räikkönen és én is jövünk, sőt Bottas is. Ugye Ricardo már volt a boxba, így most az első négy helyezett egyszerre jön ki a pályára. Pályáról a boxba. Nem kapjuk keményen keverékű gumit. Ott jön Alonso. Vissza elébünk. A csapattársa Fandon kerül a második helyre. Ugyanis ő még nem volt kint box kiálláson.
azért valansz, hogy a most csupán a hatodik helyen vagyunk a hetedik körben. Alonso nagyon jó tempót ment ott már a bemelegedett kemény keverékű gumikkal. Szépen meglógtak tőlünk. Bottas meg vissza jött ránk. Pontosan 1,7 másodpercre van tőlünk Alonso a McLarennel. Hát ugye Verstappen és Räikkönen. Bottasnál közben nyílik a DRS. Ugyanis olyan közel került hozzánk, hogy tudta használni a rendszert. Ugrunk picit az időben, 9. kör közepére érkezünk, ahol is most már kezdünk közelíteni Alonsoékra, ugyanis Räikkönen és Pandon is meglógult előlük, ugyebár Räikkönen megelőzte a belgát, Ricardot meg már kis térképen nem lehet látni. Itt a második szektorban nagyon rásik itt Verstappenre és Alonsóra. Nézd ki, a Hollandnál nem működnek olyan jól ezek a keverékű abroncsok. Ennek köszönhetően érem utol Alonsót nagyon. Érkezünk is a fél egyenesbe. DRS-e, de Alonso is nyitja a Verstappen miatt. Egy picit elmérem a féktávot. Emiatt jobban gyorsítanak ki ők az első kanyarból. Mindjárt támadása kevesebb. Megpróbálunk aláfordulni Alonsónak, de hát ugyanolyan keverékű gumika szinte lehetetlen ezt megcsinálni. Pálya ezen szakaszán. Nagyon közel érünk Alonsohoz. Itt jön Räikkönen, és szépen leszakította itt a többieket. Ahogy csak lehet, tapadunk Alonsóra. Nem akarunk leszállni az ő sebességváltójáról, hogyha már ő ezt csinálta velünk Angliába, a Silverstone-ba. Akkor mi is megtehetjük ezt hazai pályán. Nagyon jó pozícióba kerülhetünk. Itt eljön Räikkönen, itt mindenkinél nyílik a DRS. Verstappen Fandornan, én Alonsoval bajban mind a két McLaren. Verstappen külsőjében Fandornt, én belsőjében Alonsót. Nekem sikerült az előzés. Most ilyen Verstappen most így belőle kerül. Kettes kanyarba. És megvan neki. Megvan neki, de nem volt jó kigyorsítása így Fandornénak. Jövök itt a Mansellbe, a lehetetlen helyre. Inkább Pandon elveszi, úgy dönt. Úgyhogy néhány kanyarra két pozíciót nyertünk. És mehetünk is Verstappenre. Legalább már egy dobogos helyezés jön össze így hazai közönség előtt. Ha már a pole pozíciót elvették tőlünk, és hát Ricardo nagyon messze van jelen pillanatban tőlünk. Még Räikkönen is. Mondhatunk már elérhetetlen távolságban. Nem volt a legjobb a kigyorsítás.
De használjuk a DRS-t, vajon elég lesz-e? Kicsit később gondoltuk meg magunkat, itt Verstappen picit, mintha megijedt volna. De egyelőre előmarad a holland. Ja, itt elfengezi a kettest, ahogy én is. Talán megpróbál visszavágni? Nem. Megvan Verstappen is. Megvan Verstappen is, és megvan így a dobogós helyezés. 12. körben. A harmadik helyen találjuk magunkat. Ricardo is Räikkönen mögött. Jöjjünk ide a 13. körbe, picit ugrunk az időben. Ugyanis valamiért beküldik a safety car. Beküldik a safety car. Elfogyik Räikkönen és Ricardo előnye is. Jó kis sprint verseny következik. Stroll miatt állt meg a verseny. Valami történt az autójával. Még a 15. kör végén. A safety car fázisnak mindjárt vége. Ricardo visszatartja a mezőnyt. Mindenki készülődik. És most elengedik a mezőn. Legalábbis Ricardo rágyorsít. Túl nagy tempót viszünk be az utolsó kanyarban, lecsúszunk az ívről, és Verstappen bejön elébünk. Mekkora hiba! Alonso is visszajöhet. Belőle is teszi a McLaren, de lehet, hogy inkább Bottas miatt. Most Bottas ellen védekezik, de mi egy nagyon csúnyát hibáztunk. A célnyes ráfordító kanyarba. Nem voltak elég melegek a gumik. És nagy tempót akartunk bevinni a kanyarba. Igen, pillanatra meg is néztük a telemetriai adatokat. Ennek köszönhetően egy pozíciót vesztünk. Egész futam alatt érződött a kapkodás rajtam. Ennek köszönhető ez a pozícióvesztés. Egyből a biztonsági fázis után. Úgyhogy most mehetek újra Verstappen után. Ahelyett, hogy Räikkönent és Ricardot támadnám, most újra a hollandot kell megpiszkálni azért, hogy a dobogon végezhessünk egyáltalán. Mert így csak a negyedik helyen vagyunk. És elfogyott egy kör. És ugyebár jelen pillanatban nem lehet használni a DRS-t, hiszen a biztonsági autós fázis után ugyanazok a szabályok érvényesek, mint az első három körbe. Tehát elvileg csak az utolsó körbe lehet majd használni, vagy még ott sem. Sőt, még ott sem, ugyebár bennem ott van a DRS zóna vége, vagy ahol mérik az időpontot, még a célvonal előtt. Igen, Verstappen picit feltartja a mezőnyt, mert Ricardo és Räikkönen elmentek elő. Már csak másfél kör van hátra. Ocon meg kutya köz már a leggyorsabb kör. Miniszkő volt kint a boxba, mert nagyon hátul van. A harmadik szektorba. Mindennel megpróbálkozunk, ahol csak lehet. Jöjjünk az utolsó kör kezdetéhez, és most már csak nagyjából 4 km van hátra. Ahhoz, hogy megpróbáljam megszerezni a harmadik helyet hazai közönség előtt.
próbálunk rövideket fékezni hozzá képest. Közel maradjunk is, valahol megpróbáljuk az előzést. Innen próbálunk rágyorsítani, de nem. Nagyon jól csinálja a holland. Rövidet fékezünk, és kicsit megkocoljuk hátulról a Red Bullt. Ennek köszönhetően nem tudjuk bevenni a sikánt. És lehet így menekül meg Verstappen. Talán még egy előzési pont van. Itt az Alonso után most érkezünk oda. De hát messze vagyunk tőle, Alonso közelebb van hozzánk. Mint én a Red Bullhoz. Úgyhogy sok hiba. Sok kisebb hiba eredménye az. Hogy csak a negyedik helyen fogunk befutni a magyar nagydíjon. Elmarad a dobogó. Először elveszik a pole pozíciót. Aztán több apró hiba a futamon, amit megkoronázott egy még nagyobb. Itt a biztonsági autós fázis végén. És csak a negyedik helyen vagyunk a verseny végén. És Ricardo pedig behúzza a magyar nagydíjat. Ezzel nagyon közel került Hamiltonhoz. Sőt, hogyha a brit nem szerzett pontot, akkor átveszi a vezetést összetettben. Räikkönen a második, Verstappen a harmadik. Hamilton szerzett ugyan két pontot, de mivel 19 pont volt köztük a különbség, így most 4 ponttal Ricardo vezeti az összetettet. Én megtartottam a harmadik helyet, Leclerc visszacsúszott a 8-ra. Zolbert tartja szépen a harmadik helyét. Red Bull most ebben a két dobogos helye kicsit elhúzott előlünk. De folytatás Belgiumból. Találkozunk majd ott. Sziasztok!